Minden évben hagyomány, hogy a kiemelkedően teljesítő tanárokat ünnepélyes keretek között értékelik és díjazzák. Idén sem történt ez másként. 27 pedagógus vehette át a virágcsokrot és az ajándékot a köszönő szavak mellett, köztük Harsányiné Erményi Zita is, aki a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolájának történelem szakos tanára. Először meglepődtem, amikor megtudtam a hírt, de aztán sikerült feldolgozni, de tényleg nagyon jól esett, hogy a vezetés rám gondolt a közismereti részről, hogy én érdemlem meg idén az iskolánkból ezt az elismerést, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Úgyhogy köszönöm ezúton is a vezetőknek. Én már nagyon régóta itt dolgozom, 98 óta, úgyhogy nagyon sokan a szülők születtek körülbelül akkor a mai diákoknál, és hát én fogom össze gyakorlatilag az iskolában az osztályfőnököknek a munkáját, és akkor minden, ami ezzel jár, az összes jelentős iskolai rendezvényt, az gyakorlatilag az én koordinálásom alatt valósul meg. Meg hát most idén volt egy nagy falatunk, hogy 5 év után megint megkaptuk a városi ünneplést, vagy ünnepséget, az október 23-ai városi ünnepi műsort is együtt a magyaros kollégákkal együtt valósítottuk meg. Kamaszokkal dolgozni, oktatni őket nem mindig könnyű, mégis rengeteg szépsége van a tanári hivatásnak. Én úgy gondolom, hogy viszonylag könnyen megtalálom velük a hangot, úgyhogy nekem nincsenek jelentős problémáim az órákon. Úgy gondolom, hogy bár elég szigorú vagyok és kénytelenek tanulni, de nem gondolom, hogy komolyabb problémák lennének a tanórákon. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok velük, ahogy ők viszonyulnak az én tantárgyamhoz. Bár tanulhatnának többet, ezt üzenem innen is nekik. Dömötör Csaba kancellár elmondása szerint nagyon fontos, hogy elismerjék a pedagógusok munkáját, hiszen a dicséret, a méltatás az, ami előre viszi az embert, ha visszaigazolást kap arról, hogy jó az, amit csinál, és ez mások számára is látható és érzékelhető. Ez mindig egy nagyon nehéz döntés, hogy ki az a 27 legjobb. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ebben benne legyen, ahhoz mindenképpen egy nagy fokú szakmai alázattal kell rendelkezzen, egy nagyon erős pedagógiai elköteleződéssel, jelentős lojalitással az adott intézmény felé, ahol dolgozik, de ennél sokkal fontosabb, hogy tanulóközpontú legyen, gyerekközpontú legyen, gondolkodásában, viselkedésében, mindennapjaiban. Persze ezek mondhatnánk azt, hogy általános elvárások. Én azt gondolom, hogy igen, lehetnének általános elvárások, jelen pillanatban így mérünk. Nagyon-nagyon közel van már ez az időszak, amikor egyéb szempontokat is tudunk érvényesíteni, mint ahogy a méltatásokból elhangzott, már most is figyeljük a kollégáinknak az irányú munkáját, ami a minőséget jelenti, és a minőséget nem feltétlenül abban mérjük, hogy milyen egy osztálynak az átlaga, hiszen az önmagában nem sok mindent mond, hanem abban, hogy van-e pedagógiai hozzáadott érték. És azok a kollégák, akik ma itt vannak, valamilyen szinten ezt megtették, hogy van hozzáadott pedagógiai érték a munkájukban. Minden iskolában van valamiféle belső értékelés, évtanára, valamiféle módon megmérettettek a kollégák, ezt mi az iskolákra bízzuk. Nagyon-nagyon fontos a tanulók véleménye, de azt gondolom, hogy ők csak egy része a mi szakmánknak és az oktatók szakmájának, mert hogy ott vannak a szülők, és nagyon-nagyon fontos, egyre fontosabb, hogy mi a duális partnerek véleménye, a cégek véleménye. Most kezdjük el azt a munkát, ami egy minőségirányítási rendszer bevezetését jelenti. Ennek az egyik alappillére pontosan ezeknek az adatoknak a begyűjtése lesz, aminek alapján már egy más típusú értékelést is el tudunk kezdeni. A duális képzés bevezetése óta sokkal több diák választja a szakképző iskolákat, technikumokat, amikor a továbbtanulási szándékról kell nyilatkoznia. Eljutottunk odáig, hogy megfordult a korábbi tendencia. Mintegy 10%-os létszámnövekedést tudtunk realizálni ebben a tanévben. Most már látva a beiskolázási számokat és a jelentkezetteknek az arányát, azt látjuk, hogy ezt meg tudjuk tartani, ami nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, az irreális lenne, hogy következő évre is azt kérjük, hogy még 10 vagy 15%-kal növekedjen a létszámunk, hiszen véges a,
a 7.-8. osztályos tanulóknak a létszáma a megyében, és mi azért döntő többségében a megyéből iskolázunk be, de úgy tűnik, hogy ezt tudjuk tartani, és ha ezt tudjuk tartani, ez nekünk egy óriási lépés. Az ünnepségen nem csak a pedagógusokat, oktatókat értékelték, hanem azokat a kollégákat is, akiknek a munkájának köszönhetően a napi szintű pedagógiai tevékenység zökkenőmentesen működik.